Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy gondol rád, mi a terve veled? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt középen ez a kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt megjelenik az ördög. Ez jelenthet hazugságokat, vagy hogy valaki becsapja őt, hamis embereket a környezetében. De jelentheti azt is, hogy rosszak a gondolatai, ha például azt gondolja magáról, ez úgysem sikerül, vagy utalhat érzelmekre, a félelmekre, a bizonytalanságokra. Azt is jelentheti, hogy jelenleg hamis úton van. És most megtekintjük konkrétan az ő gondolatait. Itt a négyes szám. Azt jelenti, hogy fontos számára a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat, a munkát illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Itt a képen, a hölgy kezében van ez a könyv. Ez utalhat a te tudásodra, és ő ennek tudatában van. De mivel a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, ez a könyv, mivel itt papírról van szó, valami írásbeli dolog, egy hír, egy levél, vagy egy dokument. És a papagáj szimbolizálja a beszélgetéseket. Az azt jelenti, hogy ő tervezi ezt a beszélgetést, és hamarosan kapsz egy hírt tőle. A következő kártya mutatja az ő érzelmeit. Itt ezen a képen megjelennek a kelyhek. És a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Tehát ő valódi érzelmekkel közeledik hozzád. Itt ezen a képen látható egy ünnepség, vagy annak a szervezése. Lehet, hogy tervez valamit ilyen irányban. De meg kell tekintenünk itt a 9-es számot is, hiszen az korlátozásokra utal. Vagy vannak félelmei, és nem meri kimutatni az érzelmeit, vagy van valaki a környezetében, egy ilyen hamis ember, amire az ördög utal, aki fékezi őt, korlátozza őt. A következő kártyák azt jelentik, hogy mit tervez veled. Mint ahogy látod, itt ő áll a középpontban, és szeretnéd, ha te is így látnád őt. Ha meg lenne ez a megbecsülés, ha te csodálnád őt, mert szüksége van arra, hogy te erősítsd őt abban a hitben, hogy lehet köztetek egy új kezdet. A kutya jelenti a barátokat, és a baráti körben vannak beszélgetések, hiszen a madarak utalnak a kommunikációra. Viszont ez a kutya jelentheti a hűséget is, és ő szeretné azt, ha te megbíznál benne, mert ő hűséges hozzád, és pontosan erről szeretne beszélni veled. A következő kártya azt mutatja, hogy lát téged, mit tervez veled. Itt megint ő jelenik meg, mint egy király, és ahogy a képen látható, itt van győzelem,
Ő szeretné azt, ha te így látnád őt, mint egy győztes király, amit ő tervez lezárni a múltat, és egy új úton járni, egy közös életúton veled tervezi a jövőt. Azon kívül szeretné megvalósítani az álmait. És hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok, azt mutatják a következő kártyák. Ez a szerelmes nő téged szimbolizál, és itt van melletted a remény és a szerencse. Ő hisz abban, hogy itt lesz egy boldog párkapcsolat. Bízik benned, bízik a hűségedben is. De ő szeretné azt, ha te is így látnád a helyzetet, ha te is reménykednél abban, hogy a jövőben itt kialakul egy boldog párkapcsolat. És hogy viszonyulj hozzá, ezt mutatja a következő kártya. Itt lesz egy új irány, mert ő másképp közeledik hozzád, mint a múltban. És itt megvan a lehetőség arra, hogy elbúcsúzzon az ördögtől, hogy áttegye magát a nehézségeken, a korlátozásokon, hogy legyen köztetek kapcsolat, egy találkozás, beszélgetés. Igen, ő tényleg azt szeretné, ha ő állna a középpontban, tehát vannak elvárásai, hogy te feltekints rá, csodáld őt. Te is így látod a dolgokat, és ő megérdemli ezt a megbecsülést, akkor itt látható a jövő. Te vagy itt a szerelmes hölgy, itt a remény és a szerencse. Egy új úton fogtok haladni, ezt mutatja ez a király is. És ő itt szeretné ezt a győzelmet. Mik a tervei a jövőt illetően, azt mutatja itt a kártya. Itt megjelenik az arany palota. Ez szimbolizálja az álmokat. És szeretné ezeket az álmokat veled együtt megvalósítani. Ez ugyan egy hosszú út, amíg eléritek ezt a palotát, ahol a háttérben a hold látható, ami utal a vágyakra, az álmokra, a reményekre. Ha mindketten hisztek ebben, akkor ez az álom megvalósul. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!